Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit. Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Wagner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult lopásvédségének megalapozott gyanúja miatt. Csiki Jánosné megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2017. február 25-i napon 13 óra 53 perc és 14 óra közötti időben a Budapest 6. kerület Andrássy úton lévő boltban kiállított, körülbelül 30-40 cm hosszúságú porcelán sárkányt eltulajdonította oly módon, hogy a termékeket nézegetve az asztalról elvette a sárkányt, majd azt ruházatába rejtette, és a boltból fizetés nélkül távozott. Nevezett felkutatására tett intézkedések eredményre nem vezettek, ezért a 6. kerületi rendőrkapitányság nevezett körözését rendelt el. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Csiki Jánosné tartózkodási felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán. A 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult rablásbüntet kísérletének, valamint kényszerítésbüntet megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján B. Miklós, 33 éves budapesti lakos, és D. Márk 2017. március 7-i napon 18 óra körüli időben a Budapest 6. kerület nyugati pályaudvar melletti területen odamentek a sérteshez, és számon kérték, hogy miért tartózkodik a vele lévő két lány társaságában. Ezt követően B. Miklós felszólította a sértettet, hogy adja át pénztárcáját és a mobiltelefonját, aminek ő nem tett eleget. Ekkor B. Miklós adott a sértettnek egy pofont, és ismét felszólította, hogy adja át az értékeit. Továbbá akarata nyomatékosítása érdekében elővett egy kést. A sértett ekkor elfutott, de B. Miklós követte őt, majd lemaradt, amikor a sértett kiabálni kezdett. A fenti történések után D. Márk, B. Miklósat 18 óra 10 perc körüli időben odamentek az elfutott sértett ismerőseihez, és D. Márk az egyik fiút megfenyegette, illetve egy alkalommal tenyérrel arcon ütötte, annak érdekében, hogy ne hagyja el a helyszínt, amíg a sértett vissza nem érkezik, így erőszak és fenyegetés alkalmazásával helyben madradásra kényszerítette a fiút, holott ő távozni kívánt volna. A nyomozás során az elkövetők személyazonossága megállapítást nyert, majd elfogásukra és a BRFK 6. kerületi rendőrkapitányságra történő előállításukra került sor, ezt követően az elkövetők gyanúsítottként kerültek kihallgatásra. A 6. kerületi rendőrkapitányság előterjesztést tett az elkövetők előzetes letartóztatásának indítványozására. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult csalásvédség elkövetése miatt D. Éva budapesti lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a Budapest 6. kerületben önkormányzati lakás bérleti jogát ajánlotta fel a sértett részére. Azt állította, hogy az önkormányzatnál dolgozó egyik ismerősén keresztül tudja a lakás bérleti jogát megszerezni, melynek ajtaját az épületben meg is mutatta. Az önkormányzati lakás bérleti jogának elintézéséért a sértett pénzt adott át, melyről elismervény is készült. A megállapodás szerinti időpontra D. Éva a bérleti jogot nem szerezte meg, és további ígéreteket tett a sértettnek, melyeket nem teljesített, majd a sértett számára elérhetetlenné vált, az átvett pénzzel pedig sajátjaként rendelkezett. Az eljárás során D. Éva gyanúsítottkénti kihallgatására került sor, majd a 6. kerületi rendőrkapitányság a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség részére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra!